A megszentelt élet évének zárásaként szerzetesekkel találkozott a pápa. A Lurdik egyhely csodáinak egyházi értékelése. Új animációs sorozat Ferenc pápáról. Itt a római riportokban. A pápa körülbelül 5000 szerzetessel találkozott, akik Rómában a megszentelt életévének záró eseményére gyűltek össze. Ferenc pápa ezúttal is úgy döntött, hogy beszédét improvizálni fogja. Ho consegnato al cardinale prefetto il testo perché è un po' noioso leggerlo. Kifejtette, hogy amikor valaki Istennek adja az életét, az nem azt jelenti, hogy elzárja magát a világtól azért, hogy kényelmes életet éljen. Uomini e donne consacrate, ma non per allontanarmi della gente e avere tutte le comodità. No, per avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i problemi e tante cose che soltanto si capiscono se un uomo, una donna consacrato diviene prossimo, nella prossimità. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ne engedjenek a kísértésnek, hogy egymást kritizálják. Se mi viene di dire qualcosa contro un fratello o una sorella, di buttare una bomba di chiacchiera, mordeti la lingua, eh? Forte. A pápa hangsúlyozta, hogy nagyon fontos megfelelő alapossággal kiválasztani a rendek új tagjait. Alcune congregazioni fanno lo sperimento della inseminazione artificiale. Che cosa fanno? Ma ricevono da vieni. E poi i problemi che ci sono lì dentro, no, si deve ricevere con serietà. Végül néhány kedves szóval megköszönte a jelenlévőknek elkötelezettségüket és életük Istennek szentelését. E voglio sottolineare le consacrate, le suore. Cosa? Cosa sarebbe la Chiesa se non ci fossero le suore? A találkozó vége előtt a pápa kérte Istent, hogy adjon hivatásokat a szerzetes rendeknek, kérte a jelenlévőket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte. Leonardo DiCaprio tökéletes olaszsággal köszöntötte a pápát. Sua Santità, grazie per dedicarmi questa udienza privata con lei. Az aránylag hosszú beszélgetésük egy tolmács jelenlétében zajlott. A színész, mint köztudott, fontos szerepet vállal a környezetvédelme érdekében. Ferenc pápa pedig ennek az ügynek az egyik kulcsszereplője lett az Áldott légy kezdetű enciklikája óta. A beszélgetés után DiCaprio bemutatta édesapját a pápának, majd ajándékul Bosch flamand festőnek a 15. századi képeiből összeállított könyvet adott. Was hanging above my crib as a young boy.
my father put it there. And as a child, I didn't quite understand what it all meant. But as it, through my child's eyes, it represented our planet, the utopia that we've been given. A pápának egy nagyobb összeget is adományozott környezetvédelmi célokra, Ferenc pápa pedig két legfontosabb szövegét adta ajándékul a színésznek. A pápa még egyszer megismételte a kérését, amire DiCaprio újra megígérte, hogy nem felejti el. A legutóbbi általános kihallgatáson a Szentatya irgalmasságról szóló katekézisében azoknak a családoknak üzent, amelyekben ellenségeskedés uralkodik. Penso tanti fratelli che sono allontanati in una famiglia e non si parlano. Quest'anno della misericordia è una buona occasione per ritrovarsi, abbracciarsi. E perdonarsi, dimenticare le cose brutte. A pápa felidézve Mózes történetét, aki kiszabadította a zsidókat az egyiptomi fogságból, elmondta, hogy Isten nem közönös a szenvedő emberiség iránt. El sufrimiento es una triste realidad que aflige a toda época, también a la nuestra. Nos hace sentir impotentes y tentados a endurecer el corazón. Dios, en cambio, no es indiferente, no abandona, sino que actúa y salva. Ezeknek a cirkuszművészeknek köszönhetően a kihallgatás színpompás véget ért. E li ringrazio per la loro gradita esibizione. Voi siete fattori di bellezza. Voi fate la bellezza. E la bellezza fa bene all'anima. La bellezza ci avvicina a Dio. Questo spettacolo di bellezza, quante ore di allenamento ci sono, Ma andate avanti, continuate, e grazie. Cirkuszművészek léptek már fel korábban is a Vatikánban, de talán ez az első alkalom, hogy a pápa azt mondta róluk, hogy a munkájuk közelebb viszi az embereket Istenhez. Ezek az ifjú olaszok az Antas Onlus nevű csoport tagjai. Az ő feladatuk, hogy jó kedvet vigyenek a római kórházakba, hogy elviselhetőbbé tegyék a betegek terheit. Mi egy bohóc terápiás szervezet vagyunk. Római kórházakban, intézményekben és otthonokban dolgozunk. Egy bohóc orrot és egy lufikból készített kalapot ajándékoztunk Ferenc pápának, amit ő örömmel fogadott. Íme a sikerük bizonyítéka, mely számukra örök emlék marad. Ő egy különleges pápa. Ez így van, minden szempontból különleges. Közel áll mindenkihez, még a kicsikhez is. Még azokhoz is, akik nem katolikusok. A cirkuszművészek ezentúl felidézhetik a pápával való találkozás élményét a munkájuk során is, amikor örömet szereznek a rászorulóknak. Ferenc pápa több mint 20 000 kilométert fog utazni mexikói látogatás alkalmával, ami azt jelenti, hogy körülbelül 34 órát fog repülőn tölteni. Ezek a számok azt is bizonyítják, hogy a 79 éves főpap mennyire aktív. Ferenc pápa gépe február 12-én pénteken landolt Mexikó fővárosában. A hivatalos találkozások és a Guadalupe-i bazilika meglátogatása után egyfajta országjárásba kezd.
február 14-én helikopterre száll, és Ektapébe utazik, ahol szentmisét mutat be, és vezeti az úrangyalát. Február 15-én hétfőn Chiapas államba, Dél-Mexikóba látogat. Ez egy 800 kilométeres repülőút lesz, és ha az időjárás engedi, akkor ellátogat az onnan 100 kilométerre fekvő San Cristóbal de las Casasba. Ezután visszarepül Mexikó városába, ahonnan Moreliába látogat el. Ferenc pápa utolsó útja egy mexikói határvárosba, Ciudad Juárezbe visz. Ez a fővárostól mintegy 1300 kilométerre fekvő település lesz Zarándok útjának utolsó állomása. Innen repül vissza Rómába, az örök városba. Ferenc pápa mexikói utazásának az egyik érdekessége, hogy a Vatikán az utazás utolsó részére egy különös gépet, az Aeromexico Boeing Dreamliner-t választotta, amely egyike a legmodernebb repülőknek világszerte. Ez a gép mindössze 4 éve van használatban, és már számtalan légitársaság vár arra, hogy ilyen modellekhez jussanak. A forma jobban ellenáll a turbulenciáknak, bent pedig alacsonyabb a nyomás és a páratartalom, amely az utazókra nehezedik a nagy távolságok alatt. Az idős pápa, akinek minden energiájára szüksége van ezekben a zsúfolt napokban, ez a lehetőség könnyebbséget jelent. Ez a gép fogja a pápát szállítani Mexikó városából Juárezba, majd onnan Rómába. A hagyományokhoz híven ezen a gépen is minden ülőhelyen a pápai címerrel ellátott húzat lesz, és elképzelhető, hogy a látogatás után is ott maradnak még egy darabig. Az 1862 óta ismeri el, hogy Lourdesban, ebben a francia kisvárosban hiteles Mária jelenések történtek. Az ide látogatók közül sokan állítják, hogy a Szent Szűz közben járására meggyógyultak betegségeikből. A számtalan eset miatt a Vatikán úgy döntött 1947-ben, hogy egy szakemberekből álló orvosi bizottságot hoz létre, hogy minden ilyen esetet megvizsgáljon. Mára már több mint 7000 ilyen esettel találkozhattak. Franco Balzarettinek hívják azt az orvost, aki tagja a 40 fős orvosokból és tudósokból álló csoportnak, akik ebben a bizottságban dolgoznak. A betegségnek, amelyből felgyógyul a beteg, súlyosnak kell lennie, és azt is ki kell mutatni, hogy a megelőző orvosi kezelés hatástalan volt a gyógyításban. A pszichikai betegségekkel egyáltalán nem foglalkoznak, mert azok esetében sokkal nehezebb meghatározni, hogy történt-e gyógyulás vagy sem. A bizottság nem tesz állítást arról, hogy történt-e csoda vagy sem, csak azt vizsgálják meg, hogy a gyógyulásnak van-e tudományos magyarázata vagy nincs. Nagyon korlátozottak a lehetőségeink, és csak arra figyelünk, hogy tudományosan magyarázható-e vagy sem. Mi orvosok vagyunk. A mi bizottságunk csak akkor nyilvánít egy esetet csodának, ha nagyon alapos kutatás folyt róla. Ez a bizottság mindeddig 69 olyan esetet állapított meg, ahol a gyógyulást tudományosan nem tudták magyarázni. Ez nem zárja ki azt, hogy sokkal több csodás gyógyulás történik. Ezt az egyhetes szíriai csecsemőt Mohamednek hívják. Már is a menekültekre váró kemény életkörülményeket tapasztalja. Szülei alig tudják a menedéket és az ételt fizetni. Egy kis szobában laknak több mint 20 másik családdal együtt egy düledező libanoni raktárban. A körülmények nyomorúságosak, sötét van, nincs fűtés és szigetelés sem.
A menekültek világnapján Ferenc pápa üdvözölte a 6000 migránst, akik a Szentpéter téren gyűltek össze, bátorítva őket, hogy negatív tapasztalataik kapcsán ne csüggedjenek, bízzanak az Úrban. Mohamed családja arról álmodik, hogy egy nap visszatérhetnek a békés Szíriába. A Catholic Link nevezetű honlap egy olyan rajzfilm sorozatot készített, ami közelebb hozza a gyerekekhez Ferenc pápa szavait. A Ferenc pápa percei YouTube sorozat egy 2013-ban készült videó sikere után bukkant föl, amit az új pápa életéről készítettek, és amit 20 különböző nyelvre, köztük koreaira is lefordítottak. Pero quién es él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio es un espacio donde nosotros recogemos sus palabras, tratamos de összegyűjtjük a szavait és próbálunk nagyon hűek maradni a pápa szent beszédeiben és beszédeiben elmondottakhoz. A narrációhoz olyan karaktereket adunk, ahogy úgy hiszem a pápa is szeretné, hogy megjelenjenek. Szorosan kapcsolódik a valóságos emberekhez számos képpel a mindennapokból. A példákat mindig a pápa szavai adják. 16 különböző országból származó alkotók működtek együtt, a szöveget írócsapatok adták, az illusztrációk Kosztarikából jöttek, a szerkesztés pedig Ekvádorban fejezték be. A videókat megnézték, és a kúria többi tagjának is tovább küldték. Néhány püspök és a vatikáni kúria munkatársai is szórakoztatónak és lendületesnek találták. Azon kívül, hogy a munkatársai dicsérik, a videók néhány iskolában már a hitoktatás tanmenetébe is bekerültek. Ennek a kis, mindössze 9 cm emlékéremnek nagyobb a jelentősége, mint azt a mérete sugallja. Egy emlék azok számára, akik az irgalmasság jubileumi évét tartják, de a története visszamegy egészen a középkorig. Era una medaglietta, diciamo, una placchetta che veniva data ai pellegrini quando arrivavano. Ez egy medál vagy emléktábla volt, amelyet a Szent Péter kanonokjai adtak a Rómába érkező zarándokoknak a 11. és 12. században. Annak volt a bizonyítéka, hogy valóban eljutottak Rómába. A zarándokok ezt magukkal vitték a szülőföldjükre, annak jeleként, hogy az utat megtették. A szokás gyorsan elterjedt Rómában, harmadik Ince pápasága alatt. Ezzel a medállal lehetett beazonosítani azokat a zarándokokat, akik Rómában jártak, és ami megkülönböztette őket azoktól, akik Santiago-ba vagy Jeruzsálembe zarándokoltak. Ez a másolat tartalmazza azt a 4 gyűrűt vagy fogantyút, amellyel egykor a zarándokok a ruhájukra rögzítették a medált, így különböztetve meg magukat. A mostani másolat egy melltű formájában érhető el. Az egyik oldalon Szent Péter és Pál apostolok láthatók latin felirattal. Ezeket az emléktáblákat Szent Péter és Pál apostolok ünnepére szentelték. Egyesekre Jézus arcát nyomtatták, amit Veronika kendőjének is neveztek. De volt olyan, amely a Szent Lépcsőt vagy a Szent Kaput ábrázolta. Amikor ezeket a medálokat bemutatták Rómában, a vatikáni könyvtár vezetője a jelentőségüket méltatta. Il pellegrino non era un semplice viaggiatore, ma un viandante che lasciava la propria terra. A zarándok nem egyszerű kalandor volt, hanem olyan valaki, aki elhagyva szülőföldjét, kitette magát az út fáradalmainak és a vele járó veszélyeknek. A zarándokok gyalogmentek, naponta 30-40 kilométert tettek meg, gyakran veszélyes környéken áthaladva. Ezeket a másolatokat Róma számtalan templomában be lehet már szerezni, hamarosan más országokban is forgalmazni fogják. A jubileumi szent év kapcsán számtalan esemény történik az örökvárosban. Az egyik ilyen esemény annak a helynek a megnyitása a nyilvánosság számára, ahol Szent Pál apostolt eltemették, és ahol vértanú halált halt. A temetkező helyet az 1917-18-ban zajló ásatásokkal fedezték fel. Ez a hely az egyik legizgalmasabb emlékanyag arról,
hogyan éltek Rómában a Krisztus utáni első századokban. Abbiamo qui una tipologia molto differenziata. A sírok arról tanúskodnak, hogy ez a közép- és alsó osztálybeliek temetkezési helye volt. Minden fülkének ára volt. Amelyik az utcára nézett, az volt a legdrágább a láthatóság miatt. Az volt a célja, hogy jól látható legyen az elhunyt társadalmi osztálya és státusza. Egyes sírokban még freskók is találhatók. A feliratoknak hála még egyes elhunytak neveit is megtudhatjuk. Ezek közt találunk szabad polgárokat és jól ismert rabszolgákat, akiket a tulajdonosuk felszabadított. Szent Pál apostolt itt Róma és Osztia közt fogták el, és állították bíróság elé, ami az akkori világfőváros legősibb kikötője volt. Itt volt a sír, ahol már ez a nagy temetkezési hely is volt. Minden sírhely a városon kívül volt. Ezt a római törvény írta elő, amely megtiltotta a városon belüli temetkezést. Ahogy Szent Péter sírjával történt, ugyanúgy lett Szent Pál sírja is a zarándoklatok célja. Ezt a helyet a pápák az utóbbi időben mindig meglátogatják január 25-én, ahol a keresztények egységéért végzett ima hetet lezárják. Ez volt az a hely is, ahol 23. János pápa meghirdette a II. Vatikáni zsinatot. Ez a lenyűgöző temetkezési hely az elkövetkező hónapokban a nyilvánosság számára is megtekinthető. Következő adásunkban Szent Pió atya relikviáinak kiállításáról számolunk be, itt a római riportokban.